Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, én Tóth Péter vagyok, ti pedig a munkanaplót látjátok, és ezen belül is egy különleges epizódot, nem véletlenül lett a címe ennek az egésznek az, hogy szolgálati közlemény. Hát tulajdonképpen azt ugye feltűnt nektek, hogy az elmúlt 2-3 héten belül ugye semmilyen új részt nem közöltem, ennek az az egyszerű prózai oka volt, hogy itthon vagyok és nem dolgoztam, ugye nem kellett itthon maradni senkinek, de mivel nekem van egy cukorbetegségem, illetve volt egy infarktusom is egy pár évvel ezelőtt, így akkor voltam 35 vagy 36. Na a lényeg az, hogy eléggé a jelen pillanatban a veszélyeztetett korosztályba, illetve ebbe a veszélyeztetett osztályba tartozom, és éppen ezért úgy voltam vele, hogy akkor maradjunk egy ilyen házi őrizetbe, ameddig lehet. Sikerült megoldani egy komoly hátfájás színlelve, most igazából táppénzen vagyok, tehát a cégem ugyanúgy rendezi az anyagiakat, mint ezelőtt, viszont az az igazság, hogy hamarosan lesz majd egy egészen érdekes bejelentés, addig megoldatok itt a táppénzen, viszont sajnos olyan tartalmakat nem fogok tudni sugározni, mint ami eddig volt. Bár az a helyzet, hogy ezt a videót azért mégsem fogjátok tartalom nélkül megkapni, ugyanis az elmúlt 2 évben voltak nekem ilyen kis pici apró videóim, és még egy nagyjából 2 évvel ezelőtt volt egy ilyen összeállításom is ezzel kapcsolatban, amit bár megvágtam, meg megcsináltam, de valamiért így nem találtam meg a megfelelő alkalmat, hogy ezt megosszam veletek. Ezt most nagy nehezen ugye, vagy egészen pontosan, teljesen véletlenül, de megtaláltam a számítógépen, így hát ez a bevezető és ez a kis monológ után majd ezt fogjátok látni. Ami szerintem teljesen érdekes lesz, így be fogja mutatni azokat a szakembereket, akik ugye itt Németországban dolgoznak. Hogy hozzátenném egyébként, hogyha már itt úgyis ráérünk, egyébként ne abszolút nem lájkvadász a mostani műsor, viszont hogyha otthonról hallgatod, és te is ilyen házi karanténban vagy, vagy úgy vagy vele, hogy nem mozdulsz el otthonról, akkor tolj egy lájkot, és akkor legalább tudom, hogy a nézőim közül hányan nézik ezt a videót most otthonról. Tehát tényleg nem a tartalom miatt, hanem hogy csak úgy kíváncsi vagyok rá, hogy mégis hányan vagytok, akik maradtak otthon. Ezzel egyrészt ugye a saját családotokat is elképzelhető, hogy kisebb az esély annak, hogy megfertőzzetek, illetve hogy más embert megfertőzzetek, illetve fordítva, hogy ti is elkapjatok valakitől valamilyen betegséget. Ittől vagyok ebben a régióban. A tegnapi nap 1600 volt a regisztrált fertőzöttek száma, mondjuk Németország viszonylag jól állt, tehát a tegnapi adatok az ilyen 16 000 fölött volt az összországos fertőzöttségszám, és abból eddig ilyen 28-30 körüli halott volt, a mai adatokat nem néztem. Az az igazság, hogy a csapból is ez folyik, és nekem roppantul elegem van, tehát ugye mindig megpróbálom magamat elfoglalni, valamivel olvasok, filmeket nézek, eszek, iszok, szórakozok, tehát tulajdonképpen jó el vagyok itthon, illetve felfrissítettem az önéletrajzomat, mert úgy döntöttem, hogy ez a cégből vagyok, ebből nekem elegem van, és akkor már itt fogok hozzácsatolni arra, hogy a tápénz után valószínűleg egy új munkahelyre fogok menni, addig meg itthon nyugi van. Na, szóval azt szerettem volna mondani, hogy mindenki, aki úgy döntött, hogy otthon marad, annak egy tiszteletbeli készfogással engedjétek meg, hogy adózzak, akinek el kell otthonról menni, tehát olyan munkája van, ami szükséges, hogy nem maradj otthon, akár a élelmiszereladók, akár ugye a boltosok, akár az orvosok, mentősök, rendőrök, akár ugye a katonák is, ezt persze láthatjátok, hogy most egyre nagyobb, legalábbis bocsánat, én a hírekből látom, hogy otthon egyre nagyobb a készültség. Hallottam egy-két kósza információt, ezt nem szeretném továbbadni, mert még itt a végén azt mondják, hogy rémhíreket keltek. Mindenesetre azért mindenki figyeljen oda magára, és amennyire lehet, hogy próbáljátok meg azokat a tartalékokat, nem azt mondom, hogy felhalmozni, de azért legyen otthon, hogy lehessen mihez nyúlni. Tehát amit itt Németországban láttam, az így borzasztó volt, tényleg 200-assával vitték a WC-papírt, minek? Illetve ugyanúgy a liszt és a cukor is fogyott rendesen. Tartós élelmiszereket, azokat nem vitték az emberek, tehát nem tudom, hogy itt ki mire készült. Magát egyébként ezt a hozzáállást értem, hogy minek kellett különböző olyan dolgokat felhalmozni, amit egyébként amúgy nem használnak. Tehát, hogy a németeknek a 95%-a fagyasztott pizzát szokta zabálni, és ezen kívül egyébként nincsen más élelem, amivel ugye ezek elvannak. Tehát tulajdonképpen én is ezért mondom, hogy csodálkoztam azon, hogy miért halmoznak fel ennyi minden, de hát lelkük rajta, ők tudják. Mindenesetre a boltban ugye sem fertőtlenítőszereket, sem tisztítószereket, WC-papírt, törlőkendőt,
Ezeket a higiéniai termékeket nem lehet kapni. A múltkor láttam ezt a kis dobozos fertőtlenítő gélt, azt 17 euróért kezdték árulni. Ugye a magyarországi hírekben láttam szintén olyat, hogy a csirkemellnek a kilóját volt, ahol már 3000 forintért mérték, most ez nagyjából itt is egy árban van, felment 7 kilóra a csirkemellnek a kiló ára, mondjuk én nem vettem, de láttam a boltban összehasonlítás képet, azért vannak dolgok, amik itt is elég jól felmentek, kenyeret 2 euróért sikerült venni. Mondjuk alapjában véve sem ezt az egyszerű toszkénet szoktam vásárolni idekint, mert ugye az a kenyereknek a legalja, normális kenyeret szoktam venni, eddig olyan 1 euró, 1 euró 20 körül lehetett megvenni, most azonnal felment 2 euróra az ára. Tejtermékekkel jól voltak látva a boltok, tehát én azt látom, hogy az alapvető élelmiszerekkel nincsen probléma. Amit viszont bevezettek, és ez így tetszett, hogy az élelmiszerbolt előtt áll egy alkalmazott, aki számolja, hogy hányan mennek be, hányan jönnek ki. Egyszerre abba a boltba, hova én szoktam járni, oda maximum, ez egy Lidl egyébként, tehát abba a boltba, ahol én szoktam járni, ott maximum 70 ember tartózkod, tehát elég nagy méretű a bolt, és mindenhol ugye fel vannak ilyen ragasztócsíkok rakva a padlóra, hogy meglegyen a méter, másfél méter távolság mindenkitől, illetve a pénztárosokat egy ilyen plexit kalitkát építettek, tehát gyakorlatilag most ez úgy néz ki, hogy közvetlen kapcsolatod nincs a pénztárossal, az alkalmazottakon mindenki gumikesztyű van, ami egyébként szerintem érthető is, hiszen hogyha valaki fertőzött és nem tudja, az úgy is áthatja a megbetegedést, hogy arról ugye nincsen fogalma. Kicsit aggódom egyébként, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége, főleg így a számokat figyelve, mint ahogy a Franciaországban és Olaszországban is láthatok, hogy mi van. Nekem unokatestvérem kint él Hollandiában, őtől is elég aggasztó híreket lehet hallani, ugye, bár mondjuk szerintem ő szereti is egy kicsit színezni a dolgokat, de ez már legyen csak a mi kettőnk titka. És ugye az a helyzet, hogy na ez az, amit ne csinálj, bár én ugye mikor hazajöttem, kezdett mostam, kellemesen szappannal és meleg vízzel, de attól függetlenül, amikor lehet, akkor ne piszkáld a fejedet, az orrodat, a szemedet, a szádat, mert az a baj, hogyha rákül a vírus a kezedre, akkor így könnyen bejuthat a nyálkátjára, aztán utána megvan a baj. Elég jól terjed, látható a számok, hogy nagyjából naponta duplázódik minden. Ez így Európában nem is tudom, hogy mikor lesz vége. Én bízom a legjobbakban, és hát gyakorlatilag nem tudom, hogy ez a sok intézkedés, amit otthon is hoznak, illetve egy Európa szerte hoznak a politikusok, hogy ez mennyire lesz célvezető. Kicsit túlzásnak tartom azt, ami otthon van, tehát hogy a katonaság irányít bizonyos üzleteket, cégeket, gyárakat, szolgáltatókat, illetve hogy ekkora a katonai és a rendőri jelenlét otthon már, amit ugye leginkább hallottam. Én ezt egy kicsit aggasztónak tartom, hiszen elméletileg a 60, közel 60 megbeteghez képest ez egy kicsit túlzás. Itt ugye Németországban 16 ezer megbetegedéshez képest sincs semmilyen komolyabb probléma. Egész egyszerűen csak annyit mondanak, hogy aki tud, az maradj otthon gyerekkel. Ugye itt is be lettek zárva az iskolák, ugyanúgy hétfőtől, mint otthon. És annyit mondanak, hogy csak akkor menjél ki hogyha boltba kell menni, és ott is azért tarts be a távolságokat, használj készfertőtlenítőt, most sűrűn kezet, és mindenféle kontaktust ne csinálj az emberekkel, tehát mellőzd a készfogást, az ölelkedést, a puszit és ilyeneket. Mert nem tudhatod, hogy most te fogod megbetegíteni másikat, vagy ő téged. Nagy valószínűsége, hogy semmi nem fog történni, mindezeket leszámítva egyébként tényleg jobb félni, mint megijedni. Na, ez a kis monológom után nem, remélem nem raboltam túlzottan az időtöket, mert tudom, hogy a csapból is ez folyik. Hogyha szeretnétek azzal kapcsolatban informálni, hogy itt mi újság van Németországban, én nagyon szívesen beszélek róla. Ha gondoljátok, akkor ezt ott lent a kommentben jelezzétek, és akkor nagyjából el fogom tudni mondani, hogy hogy milyen helyzettel találkoztam én, illetve az itteni helyi hírekben miről van szó. Na de most már zárjuk be ezt a vírust innen. És jöjjünk arra a témára, amit így a videó elején beharangoztam. Tehát 2 éve húsvétkor csináltam én egy ilyen munkanaplós külön számot, és annak ugye a műsor része az az volt, ahol bemutattam, hogy milyen furcsaságokkal találkoztam. Ez ilyen igazi szakember című videósorozat lesz, tehát meglátjátok, hogy
az a kép, ami annak idején bennem élt, hogy Németország az a precizitás és a tökéletes munkavégzésnek a helyszíne, az gyakorlatilag hogy foszlott szerte. Hát akkor kívánok mindenkinek jó egészséget, aztán ne pánikoljatok. Hogyha otthon vagy, tolj egy lájkot, hogy tudjam, hogy ezt otthonról nézted, és hogyha bezárkóztál, akkor ez meg még nagyobb király egyelőre. Aztán találkozunk a következő munkanapló részben, remélhetőleg minél hamarabb, de ezt az időszakot most ez mindenkinek otthon ki kell bekelni, én is itthon vagyok, annyit tudunk mondjuk én legalábbis csinálni, hogy kinyitom az erkélyajtót, és jön be a friss levegő, meg ki tudok menni az erkélyemre, és nagyjából ennyi. Nos, köszönöm szépen a figyelmet, meg mindenkinek azt, aki eddig követte és követni fogja a csatornámat. Hogyha nem vagy a klubnak a tagja, akkor nyugodtan iratkozzál fel, mert egyébként megpróbálok minden egyes részben jobbnál jobb és érdekesebbnél érdekesebb szakmai dolgokat bemutatni, bár igazából nagyon sok új ötletem van, hogyha lejár ez az egész hülyeség, akkor lehet, hogy újítunk az egészen. Nos, foglaljatok helyet, kóla, popcorn elő, és hát akkor jöjjön ez a különleges rész, ami maradjunk annyiba, hogy egy ilyen szakemberes videó lesz. És mint ahogy ezt a bevezetőben elmondtam, most egy igazán különleges résszel kezdünk. Én úgy gondoltam, hogy ennek a résznek adhatnánk egy, hogy is mondjam, mottót, ami alapján egyébként így az egészet fel lehetne építeni, hiszen sok kis apró videót fogtak látni, amit ugye rögzítettem éppen azért, hogy majd egyszer, hogyha összegyűlik egy jó adag, vagy lesz egy olyan kedvem, akkor ezt így be tudjam nektek mutatni. Nos, hát én azt mondom, hogy akkor a mottója ennek a mai résznek az legyen az, hogy a csőszerelés az sokkal több, mint amit te elképzelsz róla. És akkor ennek a motornak az alapján most bemutatom azokat a negatív oldalakat, amiket még az én képzeletemet is felülmúlták. Kezdjük az első videóval. Történt az, hogy megkaptam a munkalapot, és azt mondták, hogy menjek készen csöpög egy fűtési készülék. Nem is mondták, hogy milyen, nem is tudtam egészen, addig még meg nem láttam ezt. Na hát akkor hagyd mutassak be egy ilyen tök hülye helyzetet, amikor egy kicsit el van romolva egy ilyen hőlékbefújó. Ugye ez az előre menő visszatérő vezeték, hogyha a visszatérőt megnyitod, hallgass csak, gyakorlatilag van benne bőven víz, amit így folyik. Ezt akkor most szépen elzárjuk, és nincs is vele más gond. Ez így szar, ahogy van, ki kell cserélni. Kilukadt a francba az egész, aztán ennyit kell az egészről tudni. Na hát, ez kis apróság volt, érdekesség. Na olyan is előfordul persze, hogy engem is elragad az alkotói láz, és akkor ilyen hülyeségek is történnek. Nézzétek csak! Nos, azt hiszem teljesen elkészült, ami igazán jól néz ki. Tényleg olyan, mint még fogai is lennének ennek a kis édességnek. Na, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy kazánnak nincs lelke, hiszen látjátok, arca is van, akkor lelke miért ne lenne neki. Eddigi pályafutásom alatt talán az egyik legérdekesebb dolog volt az, amit a most következő kis apró videóban fogtok látni. Gyakorlatilag ilyet előtte, meg szerintem utána sem fogok látni még egyszer az életben, de hát hál' Istennek én voltam az a szerencsés, aki ezt elment, megnézte, aztán már rájöttem, hogy mi is a hiba. Egyszerű volt, azt mondták, hogy nem vegy egy olajkazán. Hogy miért, azt most meg fogjátok tudni azonnal. Na akkor nézzetek csak ide, ilyen az, amikor egy hatalmas olajtank, így kap egy kis talajvizet, és így elkezd úszni. Felborult az egész, elrontotta az egészet gyakorlatilag. Ez itten, most itt, a maga gyönyörűségében itt tele van vízzel, és úszik. Borzasztó. Testőm, nézem, mit fognak csinálni. Jó munka lesz, azt tuti. Az az igazság egyébként, hogy amikor az ember mondjuk vízvezetéket szerel, akkor előkerül az a probléma, hogy az adott fali korongot, illetve a egyéb csőkötéseket, amire majd fali csoptelep, akármi érkezik, azt ugye rögzíteni kell. A következő kis videóban meglátjátok, hogy milyen alternatív rögzítési technikát alkalmazott az egyik kolléga, akinek a munkáját most megörökítettem, és íme közkincsét teszem számotokra.
Engedjétek meg, hogy bemutassam ezt az igazi innovációt, hogy a falikorongot hogyan lehet még fixálni a falra pofával befelé. Hát így, kérem szépen, nézzétek meg, milyen szépen stabilan áll. Tulajdonképpen ez itt a német precizitás csúcsa, amit itt láthatunk. Tehát megérdemelte ez az apróság is, hogy bekerüljön ebbe az igazán különleges részbe. Tulajdonképpen, hogyha jobban belegondolunk, sokszor előfordul az, hogy az embernek improvizálnia kell, amikor valamit épít. Mondjuk azért az igazság, hogy vannak bizonyos szabályok, amiket jó betartani. Tehát ugye azt nem kell elmagyaráznom, hogy a réscső, illetve az acélcsőnek az egymás utáni használata bizonyos problémákat okozhat, tehát gyakorlatilag kialakulhatnak olyan elektronáramlások, amik nem igazán fognak jót tenni a csőnek. Ennek ékes bizonyítéka lesz a következő kis videó, nézzétek csak! Most azon gondolkoztam, hogy megmutassam-e nektek, de aztán úgy döntöttem, hogy igen, tehát ez is a MacMaster kategória egyik győztese is lehetne, tehát nézzétek meg az anyagválasztást, ugye fő a változatosság, ugye bár réscső, azt mondja, hogy ez a szénacél presszesidom, tehát megint réscső, megint szénacél presszesidom, megint réscső, hát igen, hát azt mondom, hogy ki lett emelve szépen, hogy hol fut, ez meg az. Ugye a gázcsővel azzal nincsen gond, tehát ott a résccső, illetve a rész gázidomokat használta, de az előre menő vezetéknél ismét csak ezt a furcsa kombót láthatjuk. Hát igen, ez is már megint csak érdekes. Na, hát kicsit be messzebből is így látszódjék az egész kép. Ugye milyen megható. A következő videóban egy egészen érdekes szerelési technikát fogok nektek megmutatni. Tulajdonképpen a mai napig nem sikerült rájöjjek, hogy ez miért így lett kialakítva. Hogyha valakinek bármilyen ötlete van, és nem csak ezzel, hanem az összes többi kis videó bejátszásával kapcsolatosan, azt nyugodtan odalent a kommentben tegyétek meg. De ennél, ami most jön, ennél mindenképpen várom az értékes és esetleg célra törő hozzászólásokat. Szóval nézzetek csak ide! Ugye látjátok azt a szép, ugye, védőcsőbe bújtatott iFit csövet. Na hát ugye megmutatnám, hogy ezt is lehetem nem annyira szépen csinálni. Olyannyira nem, hogy a végeredmény az ilyen. Tehát itt így, és ez ugye nem megy sehová, csak itt van egy ilyen 100 méteres hurok. Hogy itt mire gondolt a költő, az igazán érdekes, mondjuk maga a helyiséget is. Teljesen felesleges ugye bármivel illetni, mert osztályon aluli. De azért a... Tehát, hogyha már valamit ugye meg lehet csinálni rendesen, akkor miért kell így? Ez így nagyon gáz, komolyan, hát ez eszméletlen. Ilyen barom állat, aki ezt így csinálta, egyszer nem tudok rá mit mondani, ez egy... Az ilyenek a kezét vágnám le fejszével, hosszába először is. Nos, volt egy időszak, amikor Magyarországon is ugye mindenki szeretett résccsővel dolgozni és forrasztani, én is sokat dolgoztam vele annak idén, mostanában ez azért ez helyek közel kiment a divatból, legalábbis nem sok szerelőt látok, aki forrasztani szokott, vannak ettől gyorsabb, meg talán olcsóbb technológiák is, tehát talán ezért is lökte ki a újabb technológia a részforrasztást, viszont azért ezt is lehet profi módon csinálni, mint ahogy ez a kedves szerelő, aki ezt a gyönyörű csőkötést megcsinálta, amit most mutatni fogok. Szóval a profizmus ne további fog következni. Nézzétek! Mint látjátok, egy csodálatos forrasztás van itt megmutatva. Kicsit kifolyt a pótanyag, de hát egyefene, nem? Nem számít. Istenem, hogy lehet ilyen munkát kiadni valakinek a kezéből. Tényleg nagyon szép. Na jó. Erről ennyit. Nos, azt hiszem, hogy abban az esetben, hogyha egy fürdőszobát fel kell újítani, és oda egy fürdőkádat kell beépíteni, mert a kedves megrendelőnek ez volt az álma, hogy ott egy fürdőkád legyen, és útban van egy radiátor, akkor biztos, hogy ezt nem így kell megoldani, mint amit látni fogtok. Ezen gyakorlatilag kb. 5 percig ámultam, és bámultam, és mondtam, hogy én ezt nem hiszem el, tehát ilyeneket csak a különböző internetes portálokon lát az ember, hogy valahol valami fejlődő országban van ilyen, nem. Ez itt Németországban, Zingen városában
található az egyik gyönyörű kis fürdőszobában. Nagyon utálok járni, mert eléggé, hogy is mondjam, egyrészt rossz a kazán, másrészt meg nagyon gáz az ügyfél is. De nézzétek meg ezt a fürdőszobát, el is hiszem, hogy miért ilyen. Nos, azt hiszem, hogy ez azért viszi a pálmát. Nincs hely, megfelelő, akkor burkoljuk körbe, és vágjunk ki a radiátor helyét a fürdőkádból. Na? És igen, ez Németország. Még miért azt hinnétek, hogy hazudok? Ez itt készült, amikor ezzel a szarral szórakozok itt. Ebbe a csodálatos fürdőszobába. És a következő bejátszás egyben az utolsó ilyen kis érdekesség, amit szerettem volna megmutatni. Ez nem igazán szakmai, hanem hát ezt így mondhatni, hogy rejtett kamerásan sikerült megoldani, a zsebben be volt belökve a kamera, és tényleg csak az objektív látszott ki, tehát így lehet, hogy a videóból túlzottan sok minden nem fog látszani, ezért némi magyarázatra szorult, tehát adott egy tetőtéri lakás, ahol a néni gyakorlatilag soha nem vitte el a szemetet. Innentől kezdve el tudjátok képzelni, hogy egy ilyen ösvényen keresztül lehetett bejutni, és bár túlzottan sokat nem fogtok látni a lakásból, mondjuk a lakásig felvezető út sem semmi, de amikor a lakásba érek, akkor láthatjátok, hogy egy ösvényen keresztül lehet bejutni a fürdőszobába, ami helyek közül egy ilyen szeméttelepnek is megfelel. Nos, akkor jöjjön ez a videó is. Tessék! Hol leszáll az éj? Na akkor zárásul legyen még egy kis extra. Lássátok, hogy milyen helyeken jár az ember. Ez nem az, aminek látszik. Eddig tetszett? Akkor most néztek mindjárt nagyot. Na já, ich habe angeschaltet mit meiner Sacklampe. Ach so, ja. Ja, 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 ja. That's all, folks.